Jó, akkor ha van bevonuló zené, akkor természetes. Kicsit lefagyta. Én is. De sejtem legalább az első témája. <síts> Jaj, nem tudom leállítani. Ez, olyan? Ez, ez olyan? olyan. ez, olyan. Üdvözlöm a hallgatókat, ez a közéleti elfekvő, a mai műsorunkat 10 ezer mikroadomány formájában támogatták az Egyesült Államokban. Ból, ja nem. jó faluból a tibeti sárkészítők. Az mai adásunk mögött négy felső tibeti hegyi sárkészítő, három himalájai vörössel szövő láma, két csomolungmai ugrójak, a láma közeli rokona, és két tibeti masztív hát, akik vendégségben vannak Beretyi új faluban. Ezzel a történettel készültem. Most ezek a mikroadományozói? Ezek a mikroadományozói. Tehát egyenként kijön 150 millió forintra. Tehát a tízezer, hogyha összeadod, az valójában 11. Igen. Tehát tízezer mondjuk, de az a... csak számlálót ne csináljunk hozzá. Mert azt a kopasz észreveszi, és megcsináljuk. Üdvözöljük a közéleti elfekvő hallgatóit és nézőit itt az interneten, iratkozzanak föl a Karcefem YouTube csatornájára. Azt tudom, képzeljétek el, elvégeztem egy ilyen online podcast tanfolyamot, és azt mindig el kell mondani három percenként, hogy iratkozzanak föl a csatornánkra, nyomják meg a gombot a jobb alsó sarokban. Van valami Lát, csengő is. Igen, attól lesz hallgatott. Tehát yeah. ez légy szíves, figyeljetek rá, néha jelezzetek, hogy azt mondjuk el. Gyurcsány Ferenc, hát tovább fokozta a fokozhatatlant, a feszültséget a dkc céljaival kapcsolatban, kilépett az illegalitásból, és hány óra múlva, Robi? Nyolc és fél. Nyolc és fél óra, ma péntek délelőtt fél tíz van, nyolc és fél óra múlva, tizennyolc órakor elindul a mindenki által várt, a méltán elismert, fantasztikus, magas minőséget garantáló, DKTV. DKTV. De Ő lesz a főszerkesztő, vagy hogyan van ez? Nem, az Olga lesz a főszerkesztő. Olga lesz a főszerkesztő. Hát, csepegtetik az információkat, a Facebookon már kint van három, tehát a Grécinek lesz műsora, a Vágónak és Olgának, ez már biztos, de a nap folyamán újabb fantasztikus és érdekfeszítő műsor. Megvan, megvan, hogy ülnek az apró. Mikrofon. Megvan, hogy ülnek az apró. Melyik ez? hetedik adás. Mikrofon. Előbb A hét főbűn jut erről eszembe. Én a digi digitális történetbe kezdő vagyok, azt általában a tévében rám csíptetik. Na, tehát... Igaz. Az a helyzet, hogy én így el tudom képzelni azt a pillanatot, amikor ülnek az apró villában, és azt mondják, hogy gyerekek, úgy elhiteltelenítettük az arcainkat. mi csinálunk? Az első karácsonyi műsorunk, kastélyprogram, látogatás mi... az apró villában. És <laughs> mi csinál... akkor. mit mi csináljunk? Gyerek, hát csináljunk az olgának egy tévét, és akkor megint független Nem, objektív. szerintem ez úgy volt, hogy olga hiperaktív volt, állandóan ötletei voltak, csináljunk már ennek a hülyének egy tévét, hogy ne gyötörje itt a pártkongresszus. De egyébként így, hogy ezeket a kis videókat föltették, tényleg mennyi média arcuk van? Hát a vágó is, az olga is, a gréci is. A gréciánk a... nem csak az arca. <síns> az csak a milyen te agyadba éget bele. <síns> Na jó, milyen műsor? Én napok óta a Hír TV hír a newsroomját lázban tartják a műsor címek, hogy milyen műsorokra számíthatunk a méltán híres magas minőségű DKTV-ből. Ti gondolkodtatok rajta? Persze. Házasodik a gazda? Vada -e. Jakab Péterrel a traktoron, Jó. és az ő szíve választotja a mamuszos, aki őt választja. Konyha uh főnök, -huh. Konyhafőnök? Hát ez egyértelmű. Feri? Feri, persze, persze. Ti láttatok egyetlen egy olyan videóját is, ahol főz? Két-három két, évvel ezelőtt. Egyébként, egyébként Jakab Látom, is jó lenne konyha főnöknek, aki a. a parizerével. Nem a parizerével, hanem paprikás a, a paprikás krumplit paprika nélkül ja. készítve. Mm, dékás vagyok, Mencs ki innen. <laughs> Az apró villából. <laughs> Az apró villából. Guruló dollárok. Szórakoztatunk gazdasági műsor Róna Péterrel. Special Nem Péterrel, hanem a Korányi Dáviddal. Special guest David Korányi. David Korányi. <laughs> uh, volt az, emlékeztek arra, négy évvel ezelőtti videója volt a dk amikor gitároztak. A vadai is be volt ilyen pánkra lőve a haja. Meg nem, az úrcsán, nem a, az nem a DK, DK volt? alapítása volt. Alapítás? Nem tudom már. Na, szóval az X-faktor. Uh -huh. Jó, de az azért lenne jó, mert akkor végre kiszavaznák őket. <laughs> reggeli torna. Kivel? Burmai Délutáni egészségügyi betelefonálós műsor. Soha nem mondanám azt, hogy a paláver mintájára. Hm? Komáromi Zoltán. Gyurcsány idézetekkel gyógyít, emelt díjas telefonra. Ugyan itt a webshopban Gyurcsány Ferenc vizelete megvásárolható. Hogy, hogy hívják az, új budai polgármesterüket? A szintén kórházigazgató? László Imre. László Imre. Ja, igen, ő a, a Maincampból vett idézetekkel gyógyít majd. Történelmi műsor, Mengele vagy Mandela a László Imre műsor. Kis termelők fél órája. Van vidékpolitika DK-ban? Természetesen. Kurva ország ez a műsor <laughs> Rákcsáló írtás, Niedermüller Péter. <laughs> De, ez nem szép. Ki tud többet én Dobrev azt, hittem, én azt hittem, hogy ő a vallási műsorokat fogja majd vezetni. Én azt, is vezet, azt is vezethet. Egyébként azt is vezetheti tényleg. Ugye? Fehér keter, hetero rébisztő képződmények címe. ez a címe. A fehér hetero kisebbség. <laughs> Igen, gyalázó műsor. Mentelmi jogcímű, jogi esetek? Ceglédi Csaba. Természetesen. A... Te erre rájöttad a hét éve ez... komolyan komolyan, mindenki ezen dolgozott. Ide, hát ez a, ez a hét híre, a sobert Larán kívül, aki hatalmas munkát Küldtem neked? Igen, a, jó, küldtem. Nagy bejelentés. Nagy bejelentés. So, ez ezt figyeltétek egyébként, hogy abban a nagy bejelentés, ugye itt. Most... Mert hány, hány vágás van? Igen. Nem, azon az 30 másodperces videóban 18 8-ig számoltam igen. csak körülbelül, tehát hogy... Egyébként nem tudom, a... lehet, hogy, az, lehet, hogy az, az egy ilyen technikai, tehát hogy ez egy szándékolt dolog volt, hogy próbálják akkor kicsit vibrálóbbá tenni nem vibráló, a nem látványos. történetet. Egyébként amit azért a, a, hallgatóknak meséljük el, mert ti figyelmeztettek engem mindig arra, hogy ez egy rádió és itt a mikrofon, hogy itt egy olyan videóról beszélünk, ahogy Sóberték kislánya, mint csinált a riporter, elmond egy harminc más. Mi az, hogy más? Bot csinálta a riporter? A TV2 riporter sztárja. El, én kérek elnézést. Aki nekem sikerült az érettség. Ilyen mint arról ugye megemlékeztünk a közéleti elfekvő második adásában. És most bejelentette 30 másodpercben valamelyik tv 2 műsor, három meg három vagy négy nóném no, csávó. Az, mi, mi, volt ez a Starban? Star, vagy Valamely, Valamelyik, ten, zenés táncos. A, a, kiesetteket visszahozzák. Körülbelül ennyi mm. volt, tehát hogy nagyjából három és fél másodpercben az információ. Igazából maga a hír az mi? lehet, hogy a Vilinek a, 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 clickbait rovatába illene, ahogyan ezt fölkonferál. Fel, ez így van. Nagy bejelentés. Meglepetéssel készülnek, a... mintha nem lenne egyébként minden ilyen műsorban olyan, amikor visszahozzák a kiesőket. Igen. Hozzáteszem, De még a azért... hozzáteszem, a politikával is ezt csináljuk. Tehát... Még egy-két még egy, egy műsort mindenképpen szeretnénk, hogyha visszafókuszálnánk a DKTV-re, hiszen már csak 6 óra és 22 percet kell várni, <laughs> hogy elinduljon. Vágó István műsora. Hm? Ki tud többet a Szovjetunióról? Ki tud <laughs> többet Dobrev Kláráról, bolgár nyelven feliratozva. Hm? Brüsszelin Íha. feliratozva. Ha még? Na. Természetesen. Bármennyit tudok mondani. De figyelj, én a nyakam teszem rá, hogy... mindenkinek rovat? Pankotai ilili Lili szavalja saját költeményeit. Azt szerintem ott vagy egy kicsikét félremenve, hogy? hogy te azt gondolod, hogy ez egy ilyen összellenzéki valami lesz, de nem. De nem. Itt ez a három-négy DK-s akar magának felületet. Ők nem fogják oda beengedni se a Jakabot, se a Pankotai Lilit, se a gurmaizitát, se senkit. Ugye de azon, a, azon, azon biciklin vannak már 12 év, hogy nekik nincs felületük most csinálnak saját maguknak felületet, és valójában ezzel egyébként nem a, a persze a magyarázat az, hogy mert a jobb oldal, meg a nemzeti oldal leuralja a médiateret, de valójában ők az ellenzéken belül akarnak plusz felületet ebben szerezni tök, maguknak. Ebben tök igazad van, csak ugye azt meg már a választások idején megtanultuk, hogy nincs hat párt. Tehát a DK-nak van ifjúsági, fasiszta és zöld és, és nem tudom, hmm, unionista tagozata körülbelül. És tehát, veres, hogy, Silla, Hát meglátjuk, akkor viszont ez azt jelenti, hogy ezek írták magukat az ATV-ből is? Nagyjából igen. Vagy nem elégséges nekik az, hogy oda csak annyi szó, hogy nem elég vonalas az ATV. A... Mi a kérdéseket? Figyelj, most Komáromi Zoltán behívják három hetente megfejteni a covid és akkor mondják, hogy most három hétre még elég, vagy négy hétre elég volt a Zoltánval. itt, meg, itt meg minden nap lesz egészségpercek. És minden nap lesz late night show, Gréci Zsolta. ezek a paplán fölé. Amikor írtad ezt a, nem jut van a neve, ki volt az, aki ilyen táv, táv, távműtő, távgyógyító volt? Gyurcsok, gyurcsok. Gyurcsány, gyurcsok. Jó, képes volt, képes, volt, műteni. 400 km távolságban. És a rendkívüli híreket a szinte Gréci Zsort fogja fölvezetni, Breaking felkiáltással. Hát, tudod, mikor lesz az első Breaking? Én tudom. December 5-én, a Na. napja, és külön a tematikus nappal emlékeznek meg a 2014-es népszavazás. 2004-es. Na, ez 024-es műsor lesz, vajon? Nem tudom. én nekem az meg, én meg tudnám szerkeszteni ezt a napot, ezt a december 5 Nézd, Elmennek már, már, a, de a, DK, már, elnöksége. A lehetőséget a DK a elnöksége, elnöksége. elmegy, megkoszorúzza Avram Jankus sírját, a Stúdió vendég Ilja Asztáza és Megyesi Péter egész nap kocintanak egymásra. Megyesít fogják beengedni. A a Románul fognak beszélni egymásra. jó, de a lényeg az, hogy igen. De egyébként azért azt látjátok, hogy amióta bejelentette, az egész jobboldali média ennek a nyüves tévének csinálja a marketinget. Tehát, hogy folyamatosan promózzuk. ez jó. Tehát folyamatosan, tehát a pasas megint csak azt kell, hogy mondjuk, hogy hatalomtechnikából zseniális. Tehát... Hát most figyelj, ide, aki minket hallgat, az úgyse kapcsolódik. Igen, ezt akartam pont mondani, az. hogy ezzel valójában ő ő online szóra. térben indítottak Igen. egy ilyet, azt kiválóan megoldották, hogy ők majd házon belül pontosan fogják tudni, hogy hány darab szavazójuk van, mert ugye azért a digitális tér az kiválóan alkalmas arra, hogy a gatintás számon keresztül pontosan tudják, hogy hány kamu feliratkozójuk Igen. van, hogy nagyobbnak tűnjenek remekül meg lehet vásárolni. De hát eddig meg. is tudták, a datadat szállította az adatokat. Uh, Datadatnak is lehet egy ilyen online adatelemző. Így van. Élni. Informatikai percek százmillióért. Datadat. Mit <laughs> szóltok hozzá, hogy én azért gondolom, hogy, hogy nem lesz igazad, uh, Gergő, hogy nem engednek oda be, hiszen gyakorlatilag semmi más nem a 12 éve, mint a, hogy mondjam, a független és objektivitást kéri számon mindenféle sajtóor, orgánumon Jó, csak BK. amikor a Kármán Olga azzal hirdeti Ebbe az általad is említett kis videóba, hogy euh, rajta maradt a saját brendjén értelemszerűen, hogy egyenesen kell beszélni. Azért a kíváncsi hogy vagyok... nem kíváncsi a válaszokra. Igen. Kíváncsi leszek, milyen lesz, amikor behívja a saját főnökét egyenesen beszélni. Én szerintem kőkemény kérdéseket fog kapni. Mm -hmm. hát azért gondolom ezt, mert a Vadai Ágnes ki is posztolta. Illő tisztelettel szeretném jelezni, hogy a hazugságokkal gyűlöletet keltő propagandisták Ruandában a végén elnyerték méltó büntetésüket, lásd még a náci és észak-koreai agymosást. Szerintem nekem ez a mondat garancia arra, hogy itt úgy megfingatja Olga Gyurcsány Ferencet, tehát ott minden lesz. Ja, itt most nem minket akarnak Ifa platóra dobálni? Nem, hát egyáltalán, figyelj ide, a vadai Ágnes egy mérföldkő. Minden értelemben. Tehát minden mm -hmm. értelemben. Tehát az ő szavára lehet adni. Vélhetően ő fogja vézetni. Az esélye, ő számunk kéri, mi rajtunk, a hazugságot, gyűlöletet és propagandát teljesen nyilvánvaló, hogy olgáris számon fogja ki. Egyébként ez benne a legszebb gyerekek, tehát hogy 2015 óta vagy 14 óta hallgatjuk ezt a lakály propaganda, meg lakály sajtó meg nem tudom, kifejezést. Büszke vagyok rá. Most azóta másodszor nyert értelmet ez a kifejezés. Először, amikor a Jobbik elindította a zen tévét, és most, amikor a DK elindítja a, nem tudom, a diktévé 2-t, tehát hogy Gyakorlatilag ez tényleg propaganda. Arra leszek baromi kíváncsi, hogy hogy fogják majd a baloldali megmondó emberek ezt beállítani független objektívnek. Mert hogy meg fogják próbálni, arra a nyakam teszem. Illő tisztelettel szeretném jelezni, hogy... Nem, mer mert hogyha versenytársuk lesz, akkor nem. December másodikán indítja a DK ezt a tévét, éppen aznap, amikor 20 évvel ezelőtt a hír TV elindult, és benne hagytam. Nem, nem jegyzünk meg semmit. Tehát a, úgy érzem, a Néppártyán Facebook csatornája az nem lesz egyébként egy valódi konkurenciája a DKTV-nek. Persze, azt néztem, hogy nagyjából annyi feliratkozója van, mint a feleségem Facebook oldalának, aki organikusan ért el ennyit néhány év alatt. Tehát még egyszer megkísérelem elmondani, hogy aznap indul a DKTV, amikor 20 évvel ezelőtt a Hír TV is elindult, tehát pont arra a napra sikerült időzíteni. És itt szeretném megjegyezni, hogy holnap, december 3-án este egy gyönyörű szép filmet láthatnak a 20 éves Hír De sajnos nekem a DKTV-t kell közben néznem. Egyik szemeddel. Tényleg gyönyörű Azt vedd föl, ilyen rögzítsd le. Nagyon jó az a film. Nagyon jó a film, én végignéztem Tényleg. kétszer. A szólás szabadság nagyobb dicsőségére, nem tudom, hogy figyeltitek a tegnapi híreket, ez a Thierry Breton nevezető Európai Uniós biztos bejelentette, figyelmeztette ilon Muskot, tehát, még, tehát Európai Uniós biztos figyelmezteti a világ leggazdagabb emberét, aki űrrakétákat lő ki. És amerikai állampolgár. Amerikai állampolgár, műholdakat üzemeltet, PayPal-t föltaláltam. Tehát figyelmezteti, hogy kuvoly következményei lesznek, hogyha a platformot nem moderálja a Twittert, amit felvásárolt. Tegnap nagyjából fél napon keresztül, meg nem mondom már, hogy miért, hogy milyen hír miatt ragadtam ott, de a CNN volt bekapcsolva nálam. Egy egész napon keresztül elemezték a, a Facebook és a Twitternek a, volt még egy harmadik, de nem jött eszembe a kapcsolata. Elon mászkal fogla, foglalkozott főműsoridőben, és ne, napközben de figyelj, is de. a CNN mondom tizen akárhány órán keresztül. De figyelj ide, tehát ennél durvább támadás a szólásszabadság ellen, én szerintem nem, nem volt a kommunizmus. Hogy az embereket a... hagyják beszélni. Igen. De egyébként, ha megnézitek azt, hogy mondjuk Magyarországgal szemben hogy állt el a bizottság, illetve a parlament, akkor én most fogadok veletek, hogy Elon Musk miatt hamarosan környezetszennyezőnek fogják kikiáltani az elektromos autókat az Európai Unióba, mert ugye a pasas cégbirodalma nagyjából erre Erő, erős, erősen ezen a lábon áll. Tehát uh, majd jönnek az Elon Musk szembeni szankciók, amely azzal jár, hogy mondjuk majd csak, nem tudom, japán elektromos autókat lehet venni. De Végigvettétek, hogy az ocska kommunisták mit kérnek a hát Twittertől? Tehát azt kifejtétek ide, a kitiltott felhasználók önkényes, önkényes visszahelyezésének körülményeit vizsgálja felül a saját cégében a korábbi vezetés által. Tehát nem a kitiltás volt önkényes, hanem nem, a visszavétel önkényes. Arról a cégről beszélünk, amelyik a Trump megválasztása utáni napon nem, bocsánat, a Biden megválasztása utáni napon bejelentette, hogy hát véletlenül azokat a hírek nem kerültek a kampányban be, amik a Hunter Biden ukrajnai ügyeiről szóltak, azok véletlenül benne Ami egyébként annyira volt önkényes, hogy például Donald Trump visszaengedését Elon Musk sem vállalta föl egy személyben, megszavaztatta ugyanis ezt a kérdést. Tehát, hogy ez ennyire volt önkényes. Nem emlékszem, hogy a Twitter korábbi tulajdonosai bárkit, bárkit megkérdeztek volna, Én mielőtt a... kihajtották onnan dolgokat. Figyeljtek ide, azt mondja hogy Thierry Breton, független szakértőknek kell áttekinteni a platform működését a jövőben. Uh -huh. Mondja ezt ez a Macska Jancsi Brüsszelből. A Ismerjük az ő független szakértőket. A Twitter vezetőjének. Hát ezt a hajnaú még annak idején cenzúrának nevezte, és büszke volt rá de hogy legalább hajnaú tudta, hogy meddig terjed az ő hatásköre. Azért most az Európai Unióban azt látjuk, hogy az egyik, egyik oldalról egy amerikai vállalattal próbálnak keménykedni, másik oldalról Cseh Katalin éppen Katarnak üzen, hogy nem hagyják majd a jogsértéseket a következmények nélkül. Csak éppen a saját 20. Én szerintem néhány... az Emir már reszket. Szerintem vissza ide, is az... esett a dinár azonnal, nem, nem tudom. jelentett és ott valami a bemenekült a safe space. Hogy hívják ezeket a pánik szobájába? Cse Cseh retteg. Tehát, hogy figyelj, ez, ezt tudják ezek az emberek. Tényleg elfoglalták a kommunisták Brüsszelt. Tehát ezt tudják, betiltják azt, ami nekik nem tetszik. Egy lépésre vagyunk újra a kommunizmustól. A részeredményeik már vannak, például sorba kell állni benzinér. A benzinkutakon is csak a harmadik úton nem, elképesztő. És hiszik, hogy ez a harc lesz a végső. Így. Is. Üresek a polcok, fázunk a lakásokba, és ez a harc lesz. Ezek gondolkodtam, amikor küldheti az év akarsz indítani, hogy melyik volt az utolsó olyan kongresszus, ahol: ahol álltak a színpadon Lenva Ildikó, nagyon hitte a jövőben, Gyurcsány Ferenc nagyon hitt magában, a Bajnai Gordon meg nagyon hitte, hogy el tud bújni a hátsó sorban. De hogy so azóta is. Tehát, hogy kik voltak azok, hogy felfelti rabjai a Földnek, te éhes proletár, ezt énekelte Veres János, <hül> akinek milliárdjai, Bajnai Gordon, akinek milliárdjai, Gyurcsány Ferenc, akinek milliárdjai vannak, és még akikről ugye nem tudjuk. Veres János is szerepel egyébként a Hír TV hát, 20 évét összefoglaló filmben. Szerintem mindenki tudja, hogy mi a, mi a jelenet. Kettő, kétszer is Kettő van, is amikor lefejelt a csaszit. A, én arra gondoltam. Meg van egy olyan is, amikor bejelenti a gázár emeléseket, a megszorításokat a gyurcsán, és Veres János áll mellett a színpadon, és, és <laughs> <laughs> Csak ő nem beszél. Mozog a szája, mutogat, mint Erre egy nem bogat, is emlékszem. Mint egy... nagyon ajánlom. Meg kell Szombat Kicsit, mint a Gyurcsány Ferenciel tolmácsa lenne egyébként. Igen, kicsit. Na, száz halombatta. A mol ismét. Vilmos rátállt a mol trekre ismét. Sikerült oda a száz halombattai finomító működését, sikerült nekik oda hogy benzinhiány alakult ki Magyarországon. Rejtélyes mikrorepedések kínozzák a száz halombattai erőművet, amiket nem lehet látni, sem megmutatni, sem ellenőrizni, de ott vannak, és nem hagyják, hogy félgőzni nagyobban működjön száz halombatta. Ti De hiszed? a mikrorepedésekről van hivatalosan szó a közleményeikben? Igen. Igen. Mikrorepedések, amiket nem lehet De sem... De szóval nincs elég nyomás a csövekben, úgy veszik észre vajon? Hát ugye az történt, hogy újraindították szeptemberben, augusztusban ezt a... Ezért ráengedték a nyomást. Nem, októberben, mert Október. utána volt még, ugye augusztusban volt egy első nagyjavítás, és októberben volt egy második karbantartási hullám, és a második karbantartási hullám után kezdődtek a problémák, ha jól sejtem. Én csak egy dologra vagyok kíváncsi, hogy mi a fenének kellett leállítani. De most komolyan, tehát hogy azért. Egy Nem, hát képzeld el azt, hogy most fogod magad, és elviszed az autódat egy tízezres szervizre és a szerelőtől rosszabb állapotba kapod vissza, mint ahogy beadtad. Velem ez történt. Tehát, hogy igen? Én és most kifizetted? Serre, én, én most járok. És kifizetted a szerelőt? Mert én, én, ne, nem. Mert én nem. fizetném ki egyébként. Tehát, hogy... A véleményetekre lennék kíváncsi, mint, úgy műszaki, mint gazdasági szakemberek Hú, szerintetek. Igen. A benzinár megszüntetése gyógyítja a mikrorepedéseket? Ez fog történni? Megszűnik a benzinásapka, másnap arra nem biztos, hogy szükség lesz, hogy, hogy raktapaszt jelentsen a mikrorepedéseken, mert azért azt lássuk be, hogyha megszűnik a benzinás sapka, akkor azért az import az el fog indulni, és akkor lehet, lehet számítani is hátra, lehet számítani más más finomítóknak a behozatalára. Tehát még azt is megúszta száz battal, hogy egyértelművé kell tennie, hogy a mikrorepedés gyógymódja az az ásapka megszületése volt. Én egyébként el tudom képzelni, hogy milyen válsághely hangulat lehet a MOL közgyűléseken, nem? Ez az ásapka miatt az emberek zsebébe marad a pénz, és nem a részvényesekhez vándorol. De mindeközben egyébként Maradt óriás, sőt, egyre nagyobb a... tegnap vásároltak 800 darab lengyel benzinkutat, 262 milliárd forint értékben. Hmm. Tehát, hogy a haszon az szóval baromira ki... megmaradt, sőt, növekedett még a Molnál. De egyébként ne varjuk csak a molnyakába ezt a történetet. Én valahol olvastam, hogy ugye amióta bejött az ársapka, az volt a nyugat-európai tulajdonú benzinkút hálózatok például az ársapkás üzemanyagból a minimális mennyiséget tankolták föl, ezért a molkutakra nagyjából egy háromszoros, négyszeres terhelés. De jutott. nem, erről beszélek én is, igen, és igen, igen. hogy nincsen uh, Így van, és hogyha az ársapkát feloldják, akkor ugye a Brent brentolajból készült üzemanyagokat visszahozzák a nyugati beruházók. Nem a ársapkát kéne feloldani, nem a szankciókat. Hát lehessen orosz készült termékeket importálni. Momentán ez már nézést. egy, momentán ezt már egy május óta próbáljuk elérni Brüsszelben, és egyelőre úgy tűnik, hogy esély sincs rá. A lényeg az, hogy jó sok horddogot tudtak eladni. Pályha a héten is fogyasztottál? Horddogot? Köszönöm. Érten. Ezt ez egy picit a közéleti elfekvő című műsornak. Én szolidáris vagyok. A hallgatóinkat kérem, hogy iratkozzanak fel a Karc FM YouTube csatornájára, nyomják meg a kis csengőt a jobb alsó sarokban. sarokban. De, ja, bocs, nem mondtam igazat, nem molhorddogot fogyasztottam. Én bementem két nappal ezelőtt egy utra minden kút le volt zárva, tehát semmilyen sem benzin nem volt. Sem, nem csak a 95-ös, ah. hanem semmi, és annyira megsajnáltam őket, vettem egy tíznapos pályamatricát, meg egy hoddogot. Kélek oh. most, most a Shell Kérlek, hasonlítsd össze a mol a Shell hoddogokat. Tökéletesen ugyanaz. Ugyanaz az ízfokozót rakják bele minden. Tehát ez a szép új világ, nem? Tehát vannak gyönyörű benzinkút hálózataink. Hát momentán tankolni nem lehet, menni, de olyan rohadt jó hotdogot csinálnak. Aszkorbinsavból és, ascorbyn, rá... ascorbyn, ascorbyn és nátriumbenzoátból. <sínt> áldozat mag vágta magát Pankotai Lili, nem tudom, olvastátok el hírt, de azt állítja, hogy őt elüldözték az iskolájából, ahova Infloribus visszatért a, a Kossuth -téren felállított színpad után, és most őt üldözik. Arról nem beszél senki, ugye megírta a teljes baloldali sajtót, hogy mit művelt ez a kislány ott azon a budapesti színpadon, hogy hogy viselkedett a tanárait, milyen helyzetbe hozta a tanuló társait, hogy neki most rossz. Engem éppen ezért nem ez érdekel, mert az, hogy, hogy viselkedett azon a színpadon, azt mindenki látta, és ki is tárgyaltuk, talán többet, ki is magát? Többet, is, többet is foglalkoztunk vele, mint kellett volna, hanem hogy miután visszatért az iskolájába, ugye először már az első napokban adott egy elég hosszú interjút a Telexnek, Igen. ott már elkezdte a, a saját maga felmentését, de akkor még azt állította egyébként, hogy ő nem tapasztalt semmit sem az iskolájába visszatérve azután, hogy ő ezen a ezen a színpadon exponálta magát. Tehát, hogy az Majd héten elkezdte tapasztalni? Igen, hogy az elmúlt hetekben mi történt ott az iskola falai között, kapui mögött? Hát szerintem annyi, hogy a baloldal elkezdte őt megvédeni, és ezzel még inkább célkeresztbe tették. És egyébként csendben jegyzem meg, hogy akkor most hol van Noár? Aki felkérte őt erre a fellépésre, tudván, hogy mi van egyébként ebben a slam poetry ben ő miért nem vállal felelősséget? Tehát adjon már el egy, nem tudom, 15 darab ilyen 18 ezres pulcsit, aztán vágja hozzá a kis csajhoz, hogy legalább. Tudjátok, hol megyek? Ne legyen. Lán, tanulni. Valami. Az akg ba Alternatív Közgazdasági Horn Hongábor testvéréjé. Csak Ez nem. Az AKG arról híres, csak hogy tudjátok hogy felvételiztetik a diákokat, a diákok kétharmada felvételivel tud bejutni, egyharmad, Nál pedig megkérdezik, hogy a szülők mennyivel tudják támogatni a diákot is. Sorba rakják a borítékokat egymás mellé, és a tíz vagy az egyharmad a legvastagabb borítékok döntenek, azok a gyerekek oda járnak. Pont. Egy Hű. hosszú cikke, direkt utána olvastam a, az alKAD-nak. Tehát ide És ját... ilyen... formája az alapítványi fenntartásnak. Ráadásul nem oda iratkozott edpocsgál... be egyébként a karácsony fia is, vagy nem tudom. Ráadásul ilyen epokális rendszerbe tanítanak, ez ilyen Waldorf leágazás. Tehát azt jelenti, hogy nem mennek lineárisan végig a tananyagon, mint ahogy egy normális iskolában, hanem egyszerre tanulnak reformkort, akkor énekből is, rajzból is, történelemből, matematikából mindent együtt tanul. Vagyis érettségi előtt egy kislány nem tud, hogy, hogy illeszkedne ebbe bele, tök ma... nincsenek tankönyveik, egyáltalán zéró, nincsenek füzeteik, ilyen laptopokba jegyzetelnek, nincsen tábla az osztályban. Majd föltöltik neki. Tehát, hogy magyarázd el nekem, hogy hogy tud egy negyedikes gyerek ide beilleszkedni, arra a borítik vastagságáról nem is beszél. Hát ötödik végére. Talán összehozva. Most fog érettségizni. Az nem derül ki, én nem, 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 olvastam, nem. Én Bocsánat, nem Most próbál érettségizni, nem most fog. Lássuk, a A még én... jó lehet szerintem. Egyébként figyelj, valószínűleg ott is fog kikötni, bár tényleg azért nézzük meg, hogy hívták azt a szerencsétlen másik kislányt, a nagy Blankát. Igen. Azért a baloldali rendszer őt is fölzabálta, majd kiköpte. És Csórikán most így vergődik, az jut eszembe mindig, amikor a választások a, éjszakáján a eredmények tudatában zokogva mondta a kamerába, hogy ő nem jön az a Rómából. Fogom hát szerintem most, muszáj, éve, szerintem most muszáj lesz neki, mert lehet, hogy ott még egy picit határozottabb irányvonalak vannak most. De ő megházasodott közben. Igen, azt én is láttam, igen, hogy ő közben férhez ment. És innen kívánunk sok boldogságot Nagy Blankának, alapítson családot, neveljen gyerekeket, mindenkinek jobb lesz ez. Így. Csak ne küldje őket utána tüntetésekre. Robi, milyen jó a frizurád. Ugye? Még megnőtt? Kicsit emlékeztet engem. Oh, a Biden kormány, oh, kormány. atomenergia ügyi államtitkárára. Ez de a legrosszabb átkötés, amit valaha alkalmaztál. Valaha Dehogy de is, ez ez mi baj van ezzel egyébként? Na mondd, te, te tehát, a téma. Igen, de még meg kell keresnem, várja, nem úgy van az. Tehát, az hogy amerikai energiai minisztérium atomenergia hivatalának helyettes államtitkára, nem tudom, fontos a neve. Egy drag queen egyébként. Sam Brinton. Sam Brinton. Sam Arról hogy a Biden, Biden kormány első nem bináris tagja. Egyébként de. szerintem a nézők, hallgatók onnan ismerik föl, hogy ő volt ez a fiatal ember, aki bőrszoknyában kopaszra borotvált fejjel és tűsarkúban ücsörgött egy kormányzati megbeszélésen. Szerintem az a fotó de egy mindenkinek, beégett mind, mindenkinek a az agyába. Beszélünk. Szóval Sam Brintonnal az történt, hogy fogta magát, és utazás közben magával vitt egy bőröndöt, ami nem az övé volt. Leemelte a repülőtéren, ugye? Így van, a, a futószalagról. És hát az a helyzet, hogy őt, ő ezt magával vitte, de ezzel lebukott, és gyakorlatilag lopásért kell majd bíróság elé De egyébként állnia. volt bőröndje? Volt egy bőröngye és ő ugye ezzel is védekezett. Én úgy... Nem volt egy bőröngyet, ő ez azzal védekezett, hogy összecserélte ezeket. A számomra egyetlen egy dolog nem világos, hogy utána azzal magyarázta a tettét, hogy ő annyira megijedt attól, hogy nem a saját bőröngye, hogy ezért nem szólt senkinek, a szállodai szobában kidobált belőle mindent, majd továbbált 2325 dollár értékű egy millió forinten. Dobált ki egy bőrönből. Azért én arra valami hát, kíváncsi... Különség... Ugyanakkor a kiegészítő hírekben lejött az is, hogy kamera felvétel van arra, hogy letépi a névjegy egy cédulát, cédulát, arról a bizonyos bőröndről, és azt ott eldugja a zsebébe. Jó, hát figyelj, az a helyzet, hogy tényleg... Ez és az ijegység hatására történik. Én nem Sőt, akarok... Kicsit ebben... ilyen cserbenhagyásos gázolásnak érzem ezt, amikor nyilván olyan lelkiállapulóban vannak ugye olyankor a a gázolók, hogy tovább mennek egy-két kilométert. Hát és... ő meglátott egy férfi alsógatját, és <laughs> ettől azt ja, azt hát csak mondtuk. a magyarázat, amit a, amit a Robi citált, hogy annyira megijedt ettől, hogy ez nem az ő társadalom. jött egy ritiküllel, és, és elment egy, nem tudom én, egy háromszor három méteres nagy kofferra. kofferra. <laughs> annyira megijedt, hogy ami nem tűnt föl neki, majd kibontotta a szállodában, megijedt tőle, és akkor mit csinált? Visszazárta a koffert, és még kétszer lefényképezték a városba, hogy a kofferrel sétálgat ezek után. Kereste a tulajdonos. Hogy úgy mondjam, lányos zavarában neki indult a nyakába vette a várost, hűsiesen. De ugye hogy megtalálja egyébként... a tulajdonos. Lehet, hogy ott ment Washington utcán. Jó napot kívánok, Sam hogy találtam egy rohadt nagy táskát, az De, né? Igen, Vinona Ryder volt például az, aki rendszeresen talált mindenféle ruhákat boltokban, majd magával vitte. Nem azért, mintha nem tudta volna kifizetni, hanem ez volt a happy -e. Ugye Johnny Depp felesége. Jó Ferenc, őt, meg kisgyerekeket talál. Még jó, nem viszi őket haza. Kinekné? Mániákusok egymás között. <laughs> Bakács Ferenc, settenkedő, meg szalámi. Szalámi, Tibor, bocsánat, ugye? Bakács ja, nem, nem Ferenc Ferencet Tibor. Ha már a kisgyerekeknél tartunk, Kim Jong-un. <laughs> Megint, a Megint apás, egy apás átkötés. Tartott a lányát. Jaj, láttam, tudom. Igen, egy fantasztikus fényképen örökíti meg, hogy hát hova máshova vitte volna el. Hát ki, nem, ki nem vitte még, neked van kislányod. Igen. Robi, neked is van kislányod, nekem több is. Ki nem vitte még a gyerekeit atomrakéták <laughs> Atom árnyékába sétálni hétvégén? Melyik családban nem fordul ez elő, hogy az elvált apuka? Ez azért. De de egyébként, hogy ennél a Sam Brintonnál az a táska volt, amiben az indítókódok voltak ahhoz a rakétához, ahova a Kim Jong-un vitte a gyerekét. De akkor ezek szerint ő nem ért oda a találkozóra, igen, ahol igen. le kellett volna adni a táskát Kim Jong-unnak. Tehát remek ez a fénykép, majd berakjuk ide a komment rovatban. Tehát egy, áll egy hatalmas rakétai egy közepén, és Kim Jong-un kislányával fogva sétál. Meghitt. Szerintem szép gyerek egyébként megnéztétek, tiszta apja. <laughs> az, hogy eddig nem láthatok a nyilvánosság előtt, az egy picit szokatlan. Tudjátok, hány éves Kim Jong-un lánya? Tehát most, hogy megismerhette a világ. Ezt az áldott gyermeket, akinek a teljes. Hát, hogyha azért hatalján... vitte el, vitt el Kim Jong-un ahhez a rakétához, mert már készítik elő az utódlást, akkor azért vár 20 környékén. 38. Tényleg? Az Én... nem látszik rajta. <gül> <gül> egy 20-as letagadhat. <laughs> Tehát most megismerte. Hol van a mamája? Ugye emlékeztek egy pár évvel ezelőtt egy nagyon szép fiatal nő, aki legfeljebb 25 Igen. éves lehetett, őt mutogatott feleségeként Kim Jong-un. Akitől nem... van ez a 38 éves lánya. Ha? Nem volt ott valami, valami mérgezéses móka a családban? Az családba? a testvére volt. Az a testvére, a testvére volt? Igen. Hol testvére van a mama? Vagy a, 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 a testvére. De igen. Hát most akkor vagy a testvére volt, vagy az unoka testvére, vagy az első felesége. Azért ez nem, nem biztos, hogy fél, ennyire fél, fél fi volt, akit ott a repülőtére megvérdeztek. Nem, egy nőt igen. is. Nőt, nő, nővel is történt ott valami, nem? Tényleg? Foglaljuk össze a sztorit. Oknyomozó riporterek majd a DKTV-be kiterítik. Ma este hány óra van még hátra? 5 óra? Már mm -hmm. csak Tragi <kül> <síns> Finnországban áramhiányra készülnek, ami... Hát... <híns> innen fogok átkötni. Figyelj, Észak-Koreában észak, -Észak nem, észak ez, észak nem, nem készülnek fel az áramszünetekre, hiszen ott nincs áram egyáltalán. Finnországban viszont... látjátok egyébként a műhold felvételeken? döbbenetes. Sötét. Tehát most két országban, van, ahol tök sötét van, Észak-Korea és Ukrajna. Igen. Igen. Tök sötét van, ott nem kell felkészülni, de Egyébként, finnastán... két, Bocs, ha már itt tartunk, a Twitteren ugye mindenki azzal osztogatja meg ezt a térképet, hogy Ukrajnában milyen sötét van, hogy hát mert az oroszok teljesen gajra vágták a, a, az infrastruktúrát. Csendben jegyzem meg, szerintem előtte sem volt kivilágítás, mert ugye alapvetően, ahol rakétáznak meg bombáznak, ott nem szokták megvilágítani a célokat. Ú tényleg, hát el kell sötétíteni. Ugye? Tehát, Azzal hogy... kezdődik a háború, hogy elsötét itt Így van. De nem baj, mert zseniális. Jó, hát ezt mutatni. a témát, mert látom, hogy nem, baj. Nem rezonáltak a finn iskolákban a műveletek. Nekem az jutott eszembe egyébként. Az hogy... A gyűjtik a kakit, és a tanároknak kell kidobni ezentúl. Mert én... nem vagytok elég fejlettek ezek. Én Ez jártam, én jártam, többször Finnországban még gyerekkoromban, és uh, én úgy emlékszem például, hogy ott minden szauna, vagy a szaunák 90%-a az elektromos fűtésű, hát azért nagy szarba lesznek most akkor. Tehát el kell hagyniuk egy tradíciót, hogyha nem lesz elég állam. Mi marad a finneknek? Mi marad a finneknek? A Sauna Marin. Sauna Marin. Szom <golk Schedulak> Hó, lehet... <golk churches> ázsia, Ázsia. És most sport. Fin, mint Finnország? És most sport. Közeleg az év sportolója választás. Első ízben az állami operaházban frissen felújított. Okovács Szilveszternek köszönjük szépen. Január 9-én lesz. Rendhagyó a szavazás egy bizonyos szempontból, hiszen a logikus győztes a Shaolin testvérek közül, Liu Shaolin Sándor lehetne, csak hogy ő ugye néhány héttel ezelőtt meglehetősen nagy média közepette, elhagyta az országot. Szerintetek, hogy nektek kéne szavaznotok. Lehet meg az év sportolója? ez egyébként szerintem simán, de ez, ezt a szavazást, ezt nem a magyar sport újságírók szavazatai. Na, sok száz szavazat Eredményez, ugye? De egyébként szerintem minden további nélkül. Szerintem is. egyrészt például kínai versenyzőként nyilván idén már ő nem fog pályára lépni, tehát ez az év egyértelműen magyar sportolóként hagyja maga után ezt az évet, úgyhogy szerintem abszolút járna neki. Mit ismerünk el az év sportolója választással? Nézd most, az, hogy tehát persze az, azt, mindenki... magyar, vagy az, hogy jó tud korcsolyázni? Vagy az, hogy magyarul tud jó korcsolyázni? Nyilván nehéz ilyenkor elvonatkoztatni attól a... Tehát ugye ez tipikusan az a helyzet, amikor nem ráharagszik az ember, hanem érte, vagy vele, vagy nem is tudom, hogy mi a, mi a, jó kifejezés. Azért emlékezzünk rá, hogy hány olyan magyar eredmény van, meg olyan magyarokért szorítunk, szurkolunk és gratulálunk nekik, akik egyébként pedig nem született. Itt volt ez a tékvándós srác. Hát sok minden csak nem magyar. Az mégis az első tékvándó, nem is tudom, most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Most nyerte először van? Tehát valami érmet. Valami küzdősport. Koreai. Volt. Igen. Küzdősport. <s> 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 a, 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 kajakkenú is, a, kajakkenú is, tele van egyébként ilyen, ilyen Szerbiában, Dalma. Én, én, akire, vagy amire haragszom, az leginkább a sportnak az előzleti esedése. Tehát ha belegondolsz, akkor az, azért, mert itt, ha neked azt mondják, hogy kapsz egy olimpiai éremért 50 milliót, vagy kapsz 800-at, akkor hát nem tudom. Tehát azért pénz beszél szart táncol, tehát így... De ezt most mondták nekik, hogy kapnak 800 at Hát nem, de a, a legutóbb egy kínai, szerint. sajtóírek szerint egy legutóbb egy kínai olimpikon 800 millió forintnak megfelelő értékű yuan-nal lett gazdagabb, miután elnyert hát az én Lehet, hogy naiv vagyok, de én abszolút el tudom fogadni, hogy az edzőjüket követték, vagy az edzőjüket követik, akit meg ugye nem. És nem. egyébként, hát, ha, akkor, de, akkor de ha, ha Milyen a... üzenete van ennek a magyar nézők, a magyar rajongók, a magyar korcsolya sport irányába, hogy én fogom is a nagyobb lóvére elmegyek. Csendben jegyzem meg, hogy például Cs a magyar csak futball... onnan indultunk ki, ne a a... hogy az év sportolója. Tehát a magyar év sportolóját fogjuk megválasztani. A, a magyar labdarúgó válogatatban olyan neveket találunk, mint Vili Orbán. Nagyon szép nevem, van, mind a kettő Nagyon szép, neki. Loik Négó, vagy Négó Lajos, ahogy szokták volt mostanában mondani, illetve nem emlékszem, Harry Stice. ugye Harry Stice. Gyerekek, miről beszélünk? Három oszlopos tagja a magyar válogatottnak, akik hát... Tök mag még nem magyar? Ő nem. Nem, nem tök még nem. Ténylegás. De ilyen, ilyen én lett a sport jó. világa. Tehát, hogy én már említettem, és mindig szeretem elmondani, nyolc éves korom óta vagyok Liverpool rajongó, amikor egy hétvégi bajnoki meccsen a Liverpoolban akár De. két vagy három angol játékos is lab, pályára lép egy meccsen, akkor, labdám, én, akkor én már örülök. Így Robert, ilyen meg világ. Tudtuk, hogy nem csak határőr volt, hanem Liverpoolra jön. Azt is. Azt tudtuk, hogy Liverpool jön volt, igen? Igen. 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 Nem figyeltél rá, igen, elmondja rendszeresen. De valóban hát ez, a, ez az élsport, ugye minden országban próbálnak egyébként ennek valami sapkát rakni. A, a, az Egyesült Államokban konkrétan sapkának hívják a különböző sportokban a külföldi játékosokra elköthető összeget. De a Európában, a különböző bajnokságokban, különböző sportágokban van, ahol megvan szabva, hogy hány külföldi játékos léphet, hány honosított játékos léphet, és így tovább pályára vagy a pástra. Tehát persze mindenhol érzik ezt, mert azért mégis a sport az, az mégis a, a honfiúi keberről, meg annak tagadásáról szól. Az üzletet nem tudod belőle kivenni. Azt, hogy ez egy rossz modell, mi sem bizonyítja jobban, mint a guruló dollárok. Ugye hiába 3 milliárd forint, ha csak egy Márkizai Pétert sikerül érte igazolni, akkor Kutba dobott pénz. Nemrég kaptam egy könyvet uh, Bencsik Andrástól, áll, a műsorom állandó vendégétől. Kedves nézőinknek mondom, hogy Robert most éppen olvasmány élményeiről beszél. Így van, amely Orbán Viktor 2021-2022-es beszédjei. Most a kaptad, tőle. Én kaptam jó, a a, a, tulajdonképpen a, én te adtam a meg. Bencsiktől, és te továbbadtad, de most ezt ne áruljuk el már, hogy passzolgatjuk az ajándékot. Jó jó, 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 csak itt kasárolod a Bencsiket. <laughs> Én nem kaptam És meg ezt a lényeg, A lényeg az, hogy amikor fölütöttem, akkor, uh, akkor nekem valamiért az április Harmadik esti beszéd volt, az, amit először átolvastam újra, hogy mi is hangzott ott -e, el, és hát még mindig imádom azt a mondatot, hogy ez a baloldal volt Gyuri bácsi legrosszabb befektetése. És ezt most tökéletesen bebizonyította a guruló dollárok története, jöhet a CIA, jöhet a nem tudom, NED, teljesen mindegy a, a, a 274 millió forintos mikroadományokat adományozó, 11 adományozó, egy donor, teljesen mindegy, nem mennek. Igen, me, azért azt látszik, hogy működik az üzleti modell, mert ugye most, hogyha nagyon rossz befektetés volt, azért a részvényeket ilyen alacsony árfolyamon nem adják el, tehát várják, hogy, <laughs> várják, hogy megemelkedjen a magyar baloldalnak az értéke. Hát azt várják. Tehát, már hogy nem ideje. szállnak ki mögüle, azért ez a három milliárd, ez azt igazolja, hogy tehát nem szálltak ki mögülük. Tehát most, most mire várnak? 2024-re? Ez volt a közéleti elfekvő, az elején, műsor elején elfelejtettünk bemutatkozni. Nem, nem is azt, hogy bemutatkozni, tudod, hogy mit ígértünk múlt mit? héten, mivel kezdtünk mit? a ronybabájával adni. <laughs> Robert, bocsánat. Nem, 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 ezt a következő héten. Túljuk, Szegény ronybaba már következő gyakorlatilag héten. szaga lesz, mire a adásba kerül, de rendben van. Perja Gergely, az igazmondás felkent papja és M. Kovács Robert, Liverpool rajongó. Valamit jövő héte kitalálunk, és Velkovics Vilmos. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, iratkozzanak fel a karce fel. Látod, YouTube, le van némítva, látod? Youtube csatorna, az ennyi <suk> is csörög, itt a folyamatosan. Youtube csatorna, erre nyomják meg a kis csengőt az alsó sarokban, és nyugodjanak békében. <suk> <suk> és várják a dktv t